A szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat a Csillagvölgy elnevezéssel írta ki illusztrációs pályázatát általános iskolás diákok számára. Az elkészült alkotások a Babits Mihály Művelődési Központ márványtermében kerültek kiállításra. A német nemzetiségi önkormányzat immár harmadszor rendezte meg kiállítását, mégpedig magyarországi német írók által készített művek illusztrációjára. És a fiatal generációt szólítottuk meg ezzel, általános iskolásokat, hiszen ők a német nemzetiségi nyelvet tanulják valamennyi általános iskolában, és egy kicsit az önkormányzat segíteni, támogatni kívánja a nyelvtanulást azzal, hogy egy ilyen szöveget feldolgoznak, egy ismert magyarországi német író művét, ezáltal a szókincsük bővül, és a tartalmat megismerve illusztrációt készítenek. Ezek az illusztrációk, ezek hagyományos technikával készültek, különböző technikákkal, és legújabban a digitális technika is tért hódított, és a gyerekeknek ezt is megengedjük, hiszen a gyerekek már ebben élnek. Általában olyan művet választunk, ami a gyerekek életéhez, a gyerekek korához, életkorához közel áll, és olyan mindennapi dolgokról szól, ami tulajdonképpen a gyerekek, amiben élnek a gyerekek. Ezért választottuk most a Mihailis József Csillagvölgy című művét. Ez meseszerűen írja le, de a lényegét tekintve mégis rámutat egy olyan napi problémára, mint például a szegénység. Az ünnepélyes díjátadót kulturális műsorelemekkel tették színessé a szervezők, ahol természetesen a német nyelv kapta a főszerepet. 181 pályázat érkezett, pályaművet ki is állítottuk, hiszen minden gyerek örül, hogyha viszont láthatja a paravánon a munkáját. Természetesen a helyezések, illetve a díjazások azok végesek, tehát így kategóriánként első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik osztályosokat értékelt a zsűri. A délutáni eredményhirdetésre a szülők is elkísérték csemeteiket. Az öttagú zsűri az első három legjobbat választotta ki kategóriánként, illetve külön díjat is kiosztottak az egyedi alkotásokkal nevezők számára. Nagyon komoly feladat volt, és ez közhelynek mondjuk, hogy nehéz feladat volt kiválasztani a díjazottakat. Nagyon sok szép munka érkezett, hagytuk, hogy hassanak ránk ezek a munkák. Azt elmondom, hogy mi iskolát és nevet nem tudtunk. Erre nagyon figyeltünk, hogy véletlenül se tudjuk, hogy ki áll a kép mögött. És én azt gondolom, hogy így igazságos, mert valóban a képek ránézésre, ahogy hatottak ránk, az befolyásolt bennünket abban, hogy kik legyenek a díjazottak. Társas játékkal, báb színházzal is készültek gyerekek fantasztikus elgondolással, nagyon nagy kreativitással, és ez is dicséri a felkészítő nevelők segítségét és gondoskodását, mert nélkülük azért úgy gondolom nem ment volna. Nagyon jól megértették, rendkívül jól megtalálták azt a tetőpontot, ami a mesében a legfontosabb momentum volt. Voltak néhányan, akik kicsit túl gondolták, és olyasmit is rajzoltak, amiben a mesében nem volt szó, és talán ezek a gyerekek elkeseredettek, hogy szépet alkottak, mégsem lettek díjazottak, de azt gondolom azért figyelnünk kellett arra, hogy a mesét adják vissza ezek a képek és alkotások. A Csillagvölgy című mű, amit a diákoknak fel kellett dolgoznia, egy fogadóban dolgozó kislányról szól, aki édesapja halála után nehezebb körülmények között éli mindennapjait. Nagyon jó szívű volt, és hát a fogadó előtt kéregetőknek mindig vitt valami alamizsnát, és ezt persze megértették, és hát másoknak is tudomására jutott, és így egyre több szerencsétlen sorsú, szegény ember jött a fogadó elé, és a kislány mindig vitt valamit nekik ajándékul. Ezt a család többi tagja nem nézte olyan jó szívvel, és ezért a végén elzavarják a kislányt, aki aztán egy erdőbe kerül, ahol egy tündér csillagzápor közepette lejön a földre, megköszöni, megdicséri, és ő is tulajdonképpen a jó szívűségért tündérré válik. Engem igazán azok az illusztrációk fogtak meg, akik a nagyon szép ábrázoláson túl
a hangulatát, a kislány lelki világát is vissza tudták adni, tehát egy érzésvilágot közvetítettek a szemlélő felé. A tárlat május 2-ig látogatható a Babics Mihály Művelődési Központ nyitvatartási idejében.